még mindig Európa elitjében. Mind a nőknél, mind a férfiaknál. És ez mindenképpen örömteli. Ugyanis a Győr a középdöntő csoportjában eddig 4-ből 4 győzelemmel áll, és már most biztosan elődöntősnek valhatja magát. Ha pedig az eredmények mögé nézünk, még káprázatosabb az Eto teljesítménye. Legutóbb ugyanis a címvédő Larvik ellen csupán 6+1 ember, vagyis a kezdősor is elegendő volt a sima győzelemhez, míg most Dániában a Midtjylland sem állított a megoldhatatlan feladat elé a zöldfehéreket. És a mutatott káprázatos játék még többre predesztinálhatja a győrieket. Akár Európa trónjára is. Ha addig nem is, de a 8 közé a Veszprém is odaérhet. Ehhez mondjuk az kellett, hogy az elmúlt hetekben rosszabbik arcát mutató botrányok közepette készülő MKB világra szóló bravúrt végrehajtva legyőzze a világválogatottal egyenértékű Atletico Madrid gárdáját. Méghozzá nem is akármilyen teljesítménnyel. 5 gólos hátrányból talpra állva, az utolsó másodpercben szerzett góllal. Ezzel a győzelemmel pedig, ahogy a Mocsai Lajos fogalmazott, elvált a lényeges a lényegtelentől, és a Veszprém ott van a legjobb 16 között. És mivel csoport másodikként, így a lehetséges Sevehof Leon Skopje 3-as szintén nem tűnik legyőzhetetlennek. Úgyhogy irány a csúcsok csúcsa.